Afrika hív. Magyar hangok. Rosta Sándor, Hámori Eszter, Kertész Péter, Imre István, Németh Gábor, Gruber Zita, Albert Péter, Herman Lilla, Ács Balázs. Forgatókönyv Maximilian Krüglo. Zene Otto M. Schwarz. Fényképezte Peter Zeitlinger. Hé, nem kicsim, ez nem a tiéd. Menj el, menj! Na, mi van veled? Aggódunk érted. Finomság, a rendezte Karsten Wichniarz. Pont jókor jössz, Cecilia. Az a tegnapi gyógyszer egyáltalán nem tetszett neki, de talán lehetne... Á, dinnye! Edd meg! Na tessék, megy ez? Hé, Alma! Mr. Peter! Üdv! Na, mindent előkészítettek az új állatorvosnak? Cecilia másról sem beszél már napok óta. Markus így, Markus úgy, már alig várom, hogy megismerjem végre ezt a csodadokit. Te kinevetsz! De Dr. Fürman pontosan tudta, mit csinál, amikor Markusra hagyta az állatotthont. Remélhetőleg. Lenne kedved holnap elhozni Dr. Wenningert a reptérről? Persze. Itt vannak a járatadatai. Ja, és Alma, apropó, holnap tele van a határidőnaplóm. Kérlek, mondd meg Dr. Wenningernek, hogy nem sokára jelentkezem. Rendben van. Köszönöm. Az egyetlen jó dolog a drága Dr. Fürman halálában az, hogy végre újra láthatom az én Markusomat. Most le kell tennem. Kata fiú lett. Mi? Hát Fleki. A kis patásemlős, amit nemrég a világra segítettünk. Borjúnak is nevezik. Szuper. A nap fénypontja. Nem sokat haladtál. Vicces. Ebbe a bőrönbe semmi nem fér bele. Drágám, megbeszéltük, hogy csak a szükségeseket visszük, a többi konténerrel érkezik. Voltam már Afrikában. Tudom, mi a legszükségesebb. Figyelj, Kata, ne aggódj annyit. Már mindent átbeszéltük. Úgy érted, eldöntötted. Miért nem maradhatok inkább itt? Itt van az összes barátom. Az iskolád, a balettsuli, tudom, de még csak 14 vagy. Nem lehet. Egy család vagyunk. Király, ha a mama még él... Akkor már rég Dél-Afrikában lennénk. Imádta azt a helyet. Neked is tetszeni fog. Oké? Okay? Kivéve a szúnyogok. Meg a férgek, amik észrevétlenül fúrják be magukat a bőröd alá. Áteszik magukat a testeden, majd a szemeden át távoznak. Elég legyen. Fejezzük be a csomagolást, aztán kimegyünk a temetőbe, jó? Nyomás. Ezek voltak a mama kedvenc rózsái. Apa! Ültessük el őket az új házunkhoz. Egész Afrikában ezek lesznek a legszebb virágok. Igen. És így mindig velünk marad a mama. Mikor megyünk újra Afrikába? Szeretlek.
Sandra. Remélem, jól döntöttem. Állati ez a repülőtér. Király! Még hogy király. Gyertek, nyomás! Duma, duma, duma. Fejezzétek be a veszekedést, jó? Dr. Wenninger? Igen. Üdvözlöm Dél-Afrikában. A nevem Alma. Markus vagyok. Ő a lányom Kata és a fiam Jakob. Nagyon örülök. Fura név az az Alma. Valójában Jonathannak hívnak. Jonathan Gold. Már értem. Én nem. Kicsi, ma Jonathan Gold egy almafajta. Oké. Ha megvannak a csomagok, akkor arra kell mennünk. Ott a csomagunk, szuper. Igen, köszönöm. Oké, Jakob. Hopp. Nem olyan a kiejtése, mint egy tipikus afrikainak. Mert Ausztriából jöttem. Évekkel ezelőtt abba hagytam a tanulmányaimat, hogy egy kicsit világot lássak, és itt landoltam. Nem is hiányzik az otthona? Otthon? Az otthon, ahol jól érzi magát az ember. Egyébként meg nyugodtan tegez. Kapaszkodjatok! A Nemzeti Park vezetője elnézést kér, de pillanatnyilag túl sok a dolga, ahogy lesz ideje, jelentkezik. Á, bocsánat. Na, mi leszel az útból? Az orszarúkkal nem jó húzakodni. Alma! Jakob, kapaszkodj, kérlek! Oké, Alma! Azt olvastam, hogy az orszarúk agresszív állatok. És 45 km/h tudnak futni, és mindenkit megtámadnak, aki közel megy. Nekem mondod? Na, mi lesz már? Mozdulj! Tűnés! Minden rendben. Nagyon hiányzott mindez. Tisztára, mint a Dodge-em. És ez még egy jó út. Na, szuper. Ő Ariane, a vadőrünk. Gyorsan megállok. Várjatok az autóban, jó? Jakob, az autóban maradsz. Igen. Hello! Hé! Mi történt? Átkozott orvvadászok. 3 hónapig nyugalom volt, de most újra kezdődik. A fenébe. Már is hívom a központot. Jó. Egy súgló lövésnek tűnik. Szerencsére nem túl mélyesebb. Maga biztos az új állatorvos. Ariane, én vagyok a vadőr. Vagyis az egyik. Markus Wenninger. Örvendek. Én is. Már ideje, hogy legyen új állatorvosunk. Apa, nagy a baj. Nem, csak súrolta. Jakob, azt mondtam, maradj az autóban. Szervusz, te meg ki vagy? Ő Jakob, a fiam. Szervusz, Ariane vagyok. A morcoska ott hátul, meg a testvérem Kata. Szia, Kata! Jó, és most nyomás az autóba. Adok neki egy antibiotikumot. Kész is. Mehet. Nagyon köszönöm. A következő napokban sok dolgunk lesz. Tudom. Mr. Peter előre elküldte nekem e-mailben a feladatainkat.
Örülök a közös munkának. Ez volt az utolsó antibiotikumom. Esetleg a központban van még? Persze. Akkor később. Viszlát. El-el-el! Tűnés! Az ördögbe veled! Menj már! Cecilia! Végre! Hadd nézzelek! Csodásan nézel ki! Elhoztam a gyerekeimet. Ő itt, Kata. Kata! Akkoriban még a mamád pocakjában voltál, de én hallottam, ahogy rugdostál. És ő itt, Jakob. Na hát, Jakob, micsoda csinos fiú. Tisztára az anyja. Van egy unokaöcsém, kicsit idősebb, mint te, okos fiú. Megtanítottam neki a nyelveteket. Biztosan éhesek vagytok a hosszú út után. Gyertek, 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 készítettem nektek valamit. Ennetekkel elvégre növésben vagytok. Markus. Igen? Tényleg. A saláta mindig jó, mondta az öreg doktor. És egy kis kukorica és leves. Nos, drágáim, üljetek le és érezzétek magatokat otthon. És ő csak Monty. Csak? Monty a nagy mamlasz. Ki akartuk szoktatni, de nem boldogul a vadonban. Ezért most már családtag, amolyan házi kutya. Ez most is az állatok árvaháza. Gyertek már! Az oroszlán. Ja, az oroszlán, el is felejtettem. Gyertek, gyertek, tőle nem kell félnetek. Monty ártatlan, a légynek sem ártana. Gyertek csak, gyertek! Anyám mindig azt mondta, amelyik kutya ugat, az nem harap. Ígyatok friss narancslevet. Meghívtad az egész zulu törzset. Nem, ez mind a tiétek. Tudod, a gyerekek mindig éhesek. Főleg egy ilyen hosszú út után. Jó étvágyat! Készítettem magunknak teát. Köszönöm. Sosem gondoltam, hogy ez valaha az enyém lesz. Dr. Fürman azt akarta, hogy te gyere ide. Minden olyan, ahogy azt régről ismered. Nem teljesen. A baleset az egész életemet megváltoztatta. Mi zuluk úgy mondjuk, semmi sem törölheti le a könnyeidet, csak a saját kezed. Igazad van. A Nemzeti Parknak meggyűlik a baja az orvadászokkal, ugye? Gonosz emberek. Nagyon gonosz emberek. Na, drágám, még dolgozol? Csak befejezem a listát. Túl sokat dolgozol. Teljesen merev vagy. A főnöködként azt mondom, fejezd be és lazíts. Így jó? Ezt már rég nem csináltad. Hmm.
apa? Te aranyos. Hogy hívják? Trombita. Illik hozzá. Megnézem a rendelőt. Rendben. Miért van ilyen egyedül trombita? Azért, mert eltörte a lábát. Látod, és a családja is elhagyta. Most megpróbáljuk egy kicsit gatyába rázni. És utána? Utána majd keresünk neki egy pótmamát. Itt sehol sincs térerő a fenébe. Szerinted ez vicces? Trombita, hát így kell bánni egy hölgyel, hm? Igen, államtitkár úr, abszolút értem az ellenvetését, de szükségünk van egy olyan zónára, ahol a vadállatok emberi beavatkozás nélkül élhetnek. Igen, de... Ide hallgasson, beszélnem kell a miniszterrel. Igen, én nagyon hálás lennék, ha esetleg... Jó. Köszönöm. Hálásan köszönöm. Üdv! Ah, szép ló! Köszönöm. Ő Szenny. Mindent beszereztem, amit kért. Ez minden, ami van. Elég lesz? Ariane, köszönöm. Szívesen. Hé! Hey! Menő távcső. Kell a kirándulásokhoz és beszámolókhoz. Ah, kutató vagy? Igen, természetkutató. Bocsi, de sietek. Szia, Kata! Ha-ho! Kata még mindig nagyon dühös rám, amiért akarata ellenére elcipeltem ide Afrikába. Aha. És mondja, maga tud lovagolni? Igen, miért? Nincs kedve kilovagolni? Megmutathatnám, mi minden változott. Még van pár beszerezni valom, de miért ne? Jó. Van hír az orvadászokról? Sajnos nincs, de még ma megnézem a vizes gödröt. Talán ott találták el a zebrát, ami onnan vonszolta el magát. Hagyd majd én, de előbb értesítem a többi állomást. Hol van Ariane? Az új állatorvossal ment el. Egyedül? Hmm. Hihetetlen. Mintha soha nem mentem volna el. És mégis minden más. Mi? A természet, az állatok, az emberek. Igen. Csak kár, hogy az emberek mindent tönkre akarnak tenni. Gyerünk! Hop. A Zulu falu. Még mindig Temba a törzs főnök? Igen, ő. De egyre kisebb a törzs. Sok fiatal a városba költözik. Mit csináljon egy vadászó nép, ha a legtöbb állat védelem alatt áll? Ez a dolgok rendje. Azért egész jól sikerül integrálnunk a zulukat a nemzeti parkba. Ez az ő földjük. És mindig az is marad. Mi csak vendégek vagyunk. Elnézést. Igen? Oliver! Szia, Oliver! Nem. Jó, de én... Mi? Jó, rendben. Oké, megyek. Nekem... Vissza kell mennem. Minden rendben? Mondja meg Tembának, hogy üdvözlöm. Gyere! Na! Gyi! Gyi!
Marcus! Végre! Szívem boldogsággal teli. Temba! Az enyém is. Üdvözlünk téged. Kiválóan beszélsz németül. Fürman csodálatos tanár volt. A fiamat már ismered. Nagyon örvendek, Doki. Ó, te kész férfi lettél. Köszönöm. Temba, tegnap meglőttek az orvadászok egy zebrát. Láttatok valamit? Jönnek és mennek. Itt-ott látjuk az arcukat, de túl kicsi a törzs. Tudod, nem tudunk mindenhol ott lenni. Mi segítünk nektek. A fehérek segítsége ritkán jelent előnyt. Bocsáss meg a fiamnak. Fiatal és forró fejű. Bónak igaza van. De ha nem akarjátok, hogy beavatkozzon a hadsereg, akkor nincs más. Együtt kell működnetek velünk. Na, milyen volt a Dokival? Hová akarsz menni? Mr. Peterhez szüksége van rám. Legalább valaki, akinek kellek. Oliver, kérlek, megint itt áll. Na és akkor? Így nem mehetsz el. Sétához túl messze van. Oliver, kérlek. Hagyj békén, jó? A fenébe mindjárt megőrülök. Édes Istenem, ha létezel, vigyél el innen. Ez csak Patricia. Azért van itt, hogy elkapja az egereket. Amolyan házi cicus? Cicicicic. Írtó vicces. Halálra röhögöm magam. Szeretnéd kivinni? Igen. Most már minden rendben? Semmi sincs rendben. Semmi. Kicsim, tudom, hogy minden új és szokatlan még, de meglátod, tetszeni fog itt. Esküszöm. Csak hagyj békén. És hogy haladsz? Csak lassan, de megvan az államtitkár beleegyezése. Már csak a miniszteré kell. Még egyet. Johnny! Szia. Szia. Jobban vagy? Nem tudom, mi a rosszabb. A kígyó vagy az unalom. Hallgass ide. Nem várom el, hogy hirtelen mindennel elégedett légy, de azt szeretném... De pont, hogy elvárod. Csak hogy én nem Jakob vagyok, az önjelölt állatorvos. Nem. A hercegnőm vagy. Hm? Anyád régen ugyanígy nézett rám, ha mérges volt. Pont ezzel a tekintettel. Annyira hiányzik. Nekem is, drágám. Nekem is. Anyád álma volt, hogy itt éljünk egy családként. És akár hiszed, akár nem. Itt egészen közel érzem. Legalább próbáljuk meg. Rendben. Kérlek. És
Ha nem működik, akkor visszamegyünk. Ha most rögtön nem vágsz kedves arcot, akkor küldök neked egy csúnya kígyót. Úgy sem mered. Jól csinálod. Vigyázz, nehogy levizezzen. Azt hiszem, itt az idő. El kell vinnünk. Kár, hiányozni fog. Ez ilyen, alig nő a szívedhez egy állat, már is szabadon kell engedned. De ezért vagyunk itt. Mr. Peter, íme a várva vár Dr. Marcus. Üdv, doktor. Örülök, hogy végre személyesen is üdvözölhetem. Örülök, hogy hajlandó Furman helyére lépni. Elég hirtelen jött. Igen, számomra is, de szerintem jól kijövünk majd. Tudja, mindenképp mesélnem kell az új projektemről. Néhány hónapja már dolgozom rajta. Egy teljesen önálló központ itt a Nemzeti Park szívében, ahol abszolút belépési tilalom vonatkozna az emberekre. Menjünk az irodámba? Nem. Most csak benéztem, hogy üdvözöljem. Örülök, hogy már is ilyen jól beilleszkedett, ahogy látom. Igen, köszönöm. Elég későre jár. Tényleg, esetleg találkozott már Oliverrel, a vadőrök főnökével? Nem, de Arianéval igen. Nem sokára kirepülünk a nyugati határra, megnézném a rezervátumnak azt a részét is. Helyes, jó szórakozást! Szép napot mindenkinek! Hol találtátok a csapdákat? A vizes gödörtől délkeletre. Az már majdnem Zulu terület. Temba emberei adták a fülest. Lehet, hogy a Zuluk többet tudnak, mint amit bevallanak. Ezt te sem gondolod. A Zuluk nem használnak ilyen csapdát. Az állat sokat szenved, és gyötrelmesen pusztul el. Ez remek. Ha így egyetértetek, nem is kell mondanom semmit. Ez a csapda nem nagy. Fiatal oroszlánokat keresnek. Akkor jobban kell védenünk az oroszlán falkát. Arról én gondoskodom. Hagyd, majd én elintézem. De menj a nyugati határhoz az orvosoddal. Talán jobb lenne, ha bemutatkoznál neki. Ő is bemutatkozhatna nekem, vagy túl lealacsonyító volna. A tegnapi estével kapcsolatban pedig sajnálom. Részeg voltam. Nem is kapok csókot békülésként. Ez mind a mi bevetési területünk. Fantasztikus, de nehéz ellenőrizni. Igen, az orvadászok mindig egy lépéssel előttünk járnak. Mintha mindig tudnak, hogy hol tartózkodunk. Ugye nem gondolja komolyan, hogy most fog fényképezni? Kell fényképeznem. Különben nem tudjuk megszámolni az állatokat. Mr. Peter havonta egyszer pontos számot kér tőlünk. Nyugodtan átveheti a kormányt. Csak tartsa egyenesen. Köszönöm. Kapaszkodjon. Hol tanult meg így repülni? Straubing Vitorla Egyesület. Valójában mindenen repültem már. De a kedvencem a hőlégvang. Láttam egy olyat Dr. Furman pajtájában. Pontosan. Épp azon tanultam. Milyen szívem, eltévedtél? Megmutatom Benninger úrnak a területünk keleti oldalát is. Figyelj, hogy elég legyen az üzemanyag az extra kiruccanáshoz. Oliver, dolgozunk! Hát persze, értem. Vége. Nézze ott lent. Úgy néz ki, mint egy csapda. Nézzük meg közelebbről is. Egyébként Marcus vagyok. Ariane,
Ki volt ez a férfi? Oliver, a vadőr központ vezetője. A barátja. Mr. Peter említette. Igen, 11 éve. Ott. Még nem késtünk el. Nem régóta van itt. Tegyük ártalmatlanná. Kell egy hosszú bot, hogy kioldjuk a mechanikát. Ariane. A csapdám. Nagyon lassan. Lassan. Ne lassan. Gyorsan. Viss rá. Tapost, tapost! Tapost! A vegetáció akár csak a könyvben leírtak szerint. Talán kicsit szárazabb, ami a fű elszíneződéséhez vezethet. Látok egy benszülöttet. Próbálom felvenni a kapcsolatot a könyvben lévő alapszavakkal. Ikamalámi, Jakob. Szia, Kupala vagyok. Hű, te beszélsz németül. Nem volt választásom. A nénikém tanított, és ha ő akar valamit, akkor szót kell fogadnom. Véletlenül nem, Cecília? De, anyámnak 7 testvére van. Cecília az egyik. Mi van nálad? Ez az expedíciós naplóm. Tényleg? Ezt kell megnyomnod. A vegetáció akár csak a könyvben leírtak szerint. Talán kicsit szárazabb, ami a fű elszíneződéséhez vezethet. Csapdában, ahogy látom. Meglepett minket egy oroszlán. Hála az égnek, hogy itt vagy. Akkor kihozlak titeket. Hogy találtál ránk? Amikor nem értelek el rádión, aggódni kezdtem és elindultam utánatok. Helyes döntés. Köszönjük. Markus Wenninger vagyok, az új állatorvos. Tudom. Az orvadászok egyre pimaszabbak. Egy ilyen csapda felállításához sok ember kell és egy teherautó. A zuluk teherautó nélkül is megcsinálják. Elviszlek a repülőhöz, aztán szólok Mambónak, hogy vigye a csapdát a központba. Óriási mázlit volt, haver. Számolja meg. Temba, mi történt? Találtunk egy csapdát a földünkön. A kölyök volt benne. Megsérült. Nem fest túl jól. Van egy seb a hasán, össze kell varni. Cecília, értesíts Dalmát. Szükségem van a segítségére. Már is. Vigyük be a kicsit a rendelőbe. Tedd oda fel. Fogd meg. Semmi baj. Tartsd meg. Figyelj, most. Oké, semmi baj. Ez meg mi? Nem komoly a sérülés, de azért fertőtleníteni kell. Ne engedd el, nyomd le. Ne álljon fel.
Megy? Minden rendben. Nincs láza. A csapda éles lehetett. Biztos megpróbált kiszabadulni. Erre utal a sérülése is, sok vért vesztett. Hú, ezek egyre pimaszabbak, mi? Ez nem mehet így tovább. A mi földünkön merészelnek állatokra vadászni. Temba, előbb hadd fejezzük be a munkánkat, aztán majd később nyugodtan megbeszéljük, jó? Legyen úgy. Alma. Segítened kell. Cecília! Cecília! Hogy van az oroszlán kölyök? Apád és Alma épp most operálja. Üdv! Hello! Temba, az embereid mindent elmondtak. Beszélned kell Oliverrel. Ezek a barbárok egyre beljebb merészkednek. A csapda a mi területünkön volt. Nyomokat is találtam. Egy jeepét. A vadőrök használnak olyanokat. Fél Afrikának ilyen autója van. Még nektek is. Az embereimért pedig tűzbe teszem a kezem. Én az enyémekért. Vadászok vagyunk, és nem kegyetlen bestiák. Rendben. Gondoskodom róla. A szavamat adom. Reméljük. Veled mi történt? Gyere velem. Alma, az altatót ébredezik. A maximumot adtam neki. Nem ölhetem meg. Én meg nem tudok éber vadállatot műteni. Adj még egy kicsit, egy minimális adagot. Még kell pár perc. Micsoda baromság. Először megölik az állatokat, aztán megmentik őket. Inkább maradjanak távol a természettől. Elég radikális, amit mondasz. De tudod mit? Megértlek. Gyertek, igyatok egy kicsit, amíg vártok. Köszönöm. Láttátok, Bót? Fertőtleníteni kell a sebét. Már megcsináltam. Köszönöm. Nekünk is jut belőle? Apa, hogy van az oroszlán kölyök? A műtét jól sikerült. Szép munka. Köszönöm, Alma. A jó együttműködés. Finom. Köszönöm. Mennem kell. Viszlát. Jól van. Most már csak egy ápoló kell az oroszlán kölyöknek. Apa! Apa, én! Jakob! Az nagyon sok munka és nagy felelősség, amihez még túl fiatal vagy, érted? Értem. De Kata? Neked már menne? Meglátogathatjuk a kisbeteget. Természetesen. Óvatosan, még nagyon kába. Ne nyúljatok hozzá, jó? Apa, minek nézel minket? Sétálnék egyet. Velem jössz? Szívesen. Már én sem tudom, mit gondoljak. Vas csapda volt. Bón sérülés volt, amikor behozta a kölyköt. Vagyis nem az ő törzse volt. Az egész egy zavaros történet. Az ott mi? Mi? Az ott a nyakadon. Elég rosszul fest. Az egy kis incidens egy majommal. Egy majommal? Aha. Itt maradsz vacsorára? Sajnos nem lehet. Vissza kell mennem a központba. Akkor később. Majd találkozunk. Szóval itt vagy. Már mindenhol kerestelek. Ilyen égboltot még sosem láttam. Hát jól nézd meg. Rengeteg hullócsillag van.
Mikor ültetjük el a mama rózsáját? Azt te döntöd el. Miért én? Mert ha azt mondod, hogy minden rendben van, és itt maradunk, akkor elültetjük a rózsát. Előbb nem? Oké. Apa. Igen. Igen? Na, mondd már. Kedveled Arianét? Igen, kedvelem. Szerintem ő is kedvel téged. Ideje megnéznem az oroszlán kölyköt. Veled mehetek? Hát persze. Johnny! Még egyet. Szerintem elegeti volt. Szóval úgy gondolod? Tudod, én mit gondolok? Hogy ebben az átkozott melegben és átkozott országban sosem elég semmiből! Kérem, uram, menjen haza. Ide figyelj, kössünk alkut, Johnny. Te adsz még egy italt? Én pedig garantálom neked, hogy az átkozott turistáid nyugodtan megihatják az átkozott pesgőjüket. Na, mi lesz? Elég volt, Oliver. Kifelé. Én fizetek. Mr. Peter, maga egy seggfej, de legalább nagy vonalú. Szép estét magának. Na gyere. Trombitának tényleg el kell mennie? Látod, apa, nem akar menni. Trombitának a vadonban a helye. Ő is szeretne más elefántokkal játszani. Visszajöhetsz, ha szeretnél, hallod? Ha honvágyod támad, egyszerűen gyere vissza. Mind itt vagyunk neked, rendben? Na, gyere. Ügyes. Gyere csak. Erre gyere. Ez az. Nagyon jó. Ügyes. Minden jó, Trombita, sok szerencsét. Csak azt mondtam neki, hogy bármikor visszajöhet, ha szeretne. Szerintem remekül megértett. Le vagyok nyűgözve. De jobb, ha indulunk. A csorda a nap folyamán tovább vándorol. Rendben. Reggelt, szívem. Miért csinálod ezt? Megígérted, hogy nem iszol többet. Nem is szabad szórakoznom, ahogy neked az állatorvosoddal. Ezt az ostobaságot. Én legalább dolgozom. Tehetsz egy szívességet. Mind tehettek egyet. Az egész kontinens tehet egyet. Vidd hátra a csapdákat. Mi a fene van veled? Ariane, segítenél nekem? Igen. Miért nincs a csordájával? Mert lehet, hogy gyenge a borja, és nem tudtak a csordával maradni. Itt talán Trombita is könnyebben elfogadja őket. Bajonet, hozd Trombitát! Szerintem menni fog.
utána menjünk innen. A borjak is vannak a közelben, rosszul is elsülhet a dolog. Minden jót, pocakos. Ne felejts el minket. Az elefántok sosem felejtenek. Te mit csinálsz itt? Ki elől bujkálsz? Pszt! Már megint ott van. Nem akarom, hogy így lásson. Hűha, tetszik neked, ha? Tám beleszerettél. Megyek és átöltözöm. Ariane? Mi? Értem. Mindjárt ott vagyok. Várj meg. Rendben. Ariane megtalálta a gepárdot. Talán végre nyakörvet tehetünk rá. Na gyertek! Ez az. Így áll, hogy nagy és erős legyél. Úgy látom, jobban van. Jézusom, de megijesztettél. Ó, ne haragudj, nem akartam. Na és elárulod, hogy hívnak? Kata, és téged? Bo. Hogyan? Jimbo? Dumbo? Nem, simán Bo. De nevezhetsz a törzsfőnök bátor fiának is. Biztos nem, hencegő. És jobban van már? Igen, szerencséje volt. Hát akkor majd találkozunk. Hát azt itt nem lehet elkerülni. Hallottad? A törzsfőnök fia, de el a kezekkel. Ő az enyém. Látod? Igen. Oké, pillanat. Mindjárt kész vagyok. Nagyon rég kábítottam el puskával állatot. Bajorországban ez nem gyakori. Elismerésem. Szép lövés. Egyáltalán miért mentél vissza Bajorországba, ha szeretnél Afrikában lenni? Mert a feleségem terhes volt, és jobbnak láttuk Németországban világra hozni a gyermeket. És hol van a feleséged? Meghalt. Autóbaleset. Oh, sajnálom. Ídni, kész. Jó, akkor most adok neki egy kis ébresztőt. Így, nem sokára fel kell. És mostantól mindig tudjuk, hol van. Az egyes régiók között vannak határok? Nem, az állatok teljesen szabadok. Oké, értem. Ebben a régióban találtak orvadászokat vagy csapdákat? Nem. Túl közel vagyunk az állatközponthoz. Ezért nem merik megtenni. Legalábbis eddig. Tehát az orvadászok főleg az északkeleti régióban ténykednek és a Zuluk földjén. Logisztikai okokból. Vagy mert valaki a Zulukra akarja terelni a gyanút. Ah, ébredezik. Mennünk kell. Köszönöm. Folytathatjátok. Howard Corporation, az nem Mr. Peter cége? Na is? Az orvadászok vagy Zulu földön, vagy te feléd vannak. Mit akarsz mondani? Mr. Peter sokat van veled. Mindig pontosan tudja, mit csinálsz és mikor hol vagy. Ugyan, ne légy már nevetséges. Mr. Peter, nem paktál le orvadászokkal. Az állatdokit ültette ezt a fülhetbe. Tényleg milyen volt vele? Szemben a vad oroszlánnal. Romantikus. Már megint kezded? Azért, mert szeretlek. Tényleg? És ez mi? Sajnálom, nem akartam. Részeg voltam. Mindig az vagy. Ariane, mondtam már, hogy sajnálom. Magamat sem ismerem. Abba hagyom, megígérem. Sose bántanálak. Szeretlek.
Ariane! Halott telefon. Várj, jövök. Markus, jó, hogy itt vagy. A szorvadászok megint lecsaptak. Jó. Követlek titeket. Ezt nézzétek. Egy imisz hokobezi. Az egy zulué. Hála az égnek, ők jól vannak. Okos fickók. Beszélnünk kell Tembával. Alma, elviszed őket a központba? Mi elmegyünk a zulu faluba. Persze. Alma? Távcső? Pipa. Bicska. Pipa. Kis műanyag zsák. Pipa. Felvevő. Pipa. Csokoládé. Nincs. Na, ti ketten, látom, jól elvagytok. Hm? Köszönjük, de jó. Köszönjük, Cecília. Csokoládé. Pipa. Ó, ez a tiéd? Igen. Akkor minden érthető. Pillanat, Bo azt mondta, hogy már tegnap elvesztette. Ez egy bűnjel, nem bizonyíték. Így el, alaposan kivizsgáljuk az ügyet. Ezt a fegyvert a sátradban találtam. Ugyanaz a kaliber. Sajnálom, Bo, velünk kell jönnöd. Kicsit elkapkodja a dolgokat. Nem használom vadászatra a fegyveremet. Ez aljas hazugság. Miért vadászna a fiam? Gyere! Jól van, megyek. Lehetne kicsit finomabban? Dr. Wenninger maga átlépi a hatásköré. Kapjátok el! Maga teljesen megőrült. Higgy el, senkit nem akarok bántani. Demba, mi mindent kiderítünk. Csak a munkámat végzem. A fiam ártatlan. Körülbelül 6328 kilométerre vagyok az otthonomtól, a bolygó déli féltekéjén. A barátommal Kupalával éppen egy expedíción vagyunk. A kinti hőmérséklet. Ó! Oh! Micsoda kegyetlenség, egy kölyöktől elvenni az anyját. Bó sosem tenne ilyet. Tudom, kincsem, de bizonyítékok kellenek. Itt meg biztonságban vannak. Szegény Trombita, az egyetlen, aki örülni fog neki, az Jakob. Kupala! Segítség! Nyugalom, mi történt? Gyorsan! Mi történt? Egy oroszlán, Jakob! Jakob? Igen. Hol? Hol láttátok az oroszlán? Arra! Mi van Jakobbal? Okos cicus. Ne csinálj semmi hülyeséget, kérlek. Én nem bántlak, te sem bántasz. Ez Monty. Apa! Jaj, annyira féltem. Nem tudtam, hogy Monty az.
Kicsim, akkor sem mászkálhatsz egyedül a vadonban. Markus? Igen. Minden rendben? Nem, nem igazán. Nem tudom, hogy ez gyerekeknek való helye. Jakob egyedül a vadonban. Még mindig a csontjaidban érzed a félelmet, ugye? Igen, mindig. Alma, mindenképp vissza akartam jönni, de mindenképp. És most? Felesleges veszélybe sodrom Jakobot és Katát. Nem tudom, hogy valaha is boldog lesz-e itt. Talán meggondolatlan voltam, hogy átvettem dr. Fürman hagyatékát. Nincsenek gyerekeim, nem tudok mit mondani. De egy valamit tudok. Te vagy a megfelelő ember a megfelelő helyen. Benned meg lehet bízni. Köszönöm. De hogy érted ezt? Mr. Peter, nem nagyon igazodom ki rajta. És az egész orvvadász probléma is akkor kezdődött, amikor idejött. Alma, vannak ilyen egybeesések. Meg lehet, de Bo őt gyanúsítja. Eljött hozzám. Nem sokkal később Bo-t letartóztatta. Véletlen? Az egész csoport gyanús. Mit gondolsz Oliverrel? Tudod, Oliver jó ember volt. Volt. De 2 éve iszik. És egyre rosszabb. A ballon jó. Köszönöm. Oliver, kérlek. El kell engedned ezt a fiút, az a karszalag nem bizonyíték. Bárki oda tehette. Hibát követsz el. Én másképp látom. Tudod, elég nehéz napom volt. Mégis jó munkát végeztem, Mr. Peter nagyon elégedett. És tényleg elhiszed Bóról? Van egy zulu közmondás. Csak akkor ismered a fádat, ha már neki támaszkodtál. Már azt sem tudom, melyik lenne a fa. Mivel vádolsz engem? Semmivel. Ariane. Lefeküdtél vele? Nem. Te hazudsz. Hazudsz nekem. Azt sem tudod, kiről beszélek, de nemet mondasz. Mindenkivel lefekszel? Temba, Mambo, most az új állatorvos? Ja? Engedj el, ez fáj! Ugyan már is élvezed! Azt mondtam, engedj el! Azonnal gyere vissza, gyere vissza! Holnap lesz az első iskolanap, hercegnőm, aludnod kell. Apa? Igen? Ismerhetsz egy embert anélkül, hogy igazából ismernéd? Ez attól függ. De úgy igazából egy embert sem lehet. Miért kérted? Csak egyszer vagy kétszer találkoztam Bóval. De tudom, hogy nem képes ilyen szörnyűségekre. Szerintem sem. Segítenünk kell neki, apa. Kedveled? Jó hét. Ariane, mi történt? Nem bírom tovább. Gyere. Menj be! Tudtam, hogy itt találom a sajhát. Azonnal ide jössz és beszállsz. Adj el a birtokomat. A te birtokod? Nem is a Nemzeti Park birtoka, te birtokod.
Te kis patkány, ide jössz, és azt hiszed minden a tiéd? Takarodjon innen! Ezek szerint ő is a tenőd! Nem az enyém! A tenőd, mi? Többet nem érhet hozzá. De te igen, mi? Hagyd abba! Hagyd abba! Megöllek! Megöllek! Ne, Oliver! Elég legyen. Jössz már! Oliver, elég volt. Tűnés. A boom! Mint a karate kölyökben. De miért verekedtetek, apa? Figyeljetek, gyerekek! Hosszú volt a nap, és holnap iskola. Nyomás! Apa! Kata, Ceciliának igaza van. Le kell feküdnetek. Király voltál. Én is megyek aludni. Ezt itt hagyom, hát, ha visszajön. Köszönöm, Alma. Szóra sem érdemes. Fáj még? Nem, kibírom. Köszönöm. Köszönöm. Egyszerűen köszönöm. Szeretnél beszélni? Nem. Most nem. Hűha! De jól néztek ki. Neves csak ki. Kata, komolyan mondtam. Már csak a nyalóka hiányzik. Jakob. Jó. Így. Itt van az amulett mindkettőtöknek. Szerencsét hoznak, elűzik a rossz szellemeket, és megvédenek titeket. Jó jegyeket is hoz. Az amulett mindenre jó. Ja. És most indulás. Nehogy már az első napon elkéssetek. Hopp! Jó reggelt. Jó reggelt. Minden rendben? Igen. És te? Fáj még valami? Az állatorvosi patika egész hasznos. Hé! Hey. Volna kedved kirándulni? Talán eltereli a figyelmed. Szívesen. Igazad volt. Ez őrület. Egész más repülés élmény. Olyan nyugodt. És békés. Ariane, mi a baj? És most hagyd ki a majmokat, nem kell védened Olivert. Megvert, és arra nincs mentség. Azt hiszed, ennyi idő után kiismered a másikat. 11 év. Annyira megváltozott. Az utálata, a féltékenysége. És ha iszik, még rosszabb. 2 éve szinte csak iszik. És van rá oka? Mi... szerettünk volna egy kisbabát. Mindent megpróbáltunk. Orvosok, drága kórházak. Sokkal többet költöttünk, mint amennyink volt. Oliver egyre többször kért kölcsön Mr. Petertől, de minden hiába volt. Oliver terméketlen.
És azóta minden férfi ellenség számára. Egy potenciális apa. Volt egy balesete. Itt Dél-Afrikában. Komplikációk merültek fel. És ez az oka annak, hogy... Dél-Afrikát hibáztatja érte. Szabályosan utálja. És engem is utál. Mit akarsz? Arianéval beszélni. Nincs itt. Ugyan már, ne falazd neki, tudom, hogy itt van. Bocsánatot akarok kérni, részeg voltam. Tényleg? Megmondanád neki, hogy itt vagyok? Nincs itt, elment a doktorral. Ki mással? Romantikus lovaglás? Légballon. Légballon? Ariane felszállt a hőlégballonra? Mondd, hogy nem igaz. Köszönöm a kirándulást, és köszönöm a meghallgatást. Még nincs vége. Oda néz. A három aranydomb. Ez volt Dr. Furman kedvenc helye. Szálljunk le ott. Nem látok aranyat. Várd ki. Szabad? Amikor a nap beragyogja a sziklákat, óriási meglepetésben lesz részed. Ami nem stimmel. Mi a baj? Attól tartok, kellemetlen landolás lesz. Úristen, nem tudják szabályozni a magasságot, elvágtam a csövet. Bármikor lezuhanhatnak. Nem tudhattam, hogy Ariane... Írd össze az embereidet. Azonnal kereső akciót kell indítanunk. És tudod, merre indultak? Nem. A pokolba! Csökken a nyomás. Leszítünk a magasságból. Meg kell szabadulnunk a súlyoktól. Ülj le, gyerünk! Mi fog történni? Ülj le és kapaszkodj! 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 Minden rendben? Igen. Gyere. Köszi. Ariane! Elállították a csapdákat? Igen, a helyükön vannak. Nagyon remélem, a megbízóim már nagyon türelmetlenek. Pillanatnyilag egész más gondom van. A magánügyeid, Oliver, nem érdekelnek. Tudod mit? Menj a fenébe! Hé, ne légy, Pimasz, rendben? A tartozásaiddal kitapétázhatnám az irodámat. Amíg nem tudsz fizetni, azt teszed, amit mondok. Világos? Charlie 1 hívja Charlie 2-t, vétel! Mambo, ti menjetek nyugat felé! Én délkelet felé tartok, vége! Nem működik a műholdas telefon. Kellene az adóvevő. Azt hiszem, van még egy problémánk. Jaj, ne. A fenébe. A vadon közepén vagyunk. Gyere! Nem is olyan rossz az az egyenruha. A többieknek is van. Hé! Az űreink láttak egy hőlégballont. Lezuhant. A tiétek? Apa! Az egész falu őt keresi. Meg fogják találni.
Az adóvevő. Keressük meg őket. Segítesz? Hát persze, barátok vagyunk. Apa, hallasz engem? Apa, apa, jelentkezz! Jelzőrakétákat nem vittek. És hol van Jakob? Azt nem tudjuk. Jakob! Kupala! Jóságos ég, azt hiányzik még, hogy ők is eltűnjenek. Próbáljátok tovább, megyek, megkeresem őket. Nem lesz baj. Sikerülni fog. Nem lesz baj. Apa! Ariane! Kövessük a nyomokat, lehet, hogy már megtalálták őket. Egyetértek, nyomás tovább! A vadőr kiszabadítja a kölyköt a csapdából. Az biztos az anya. Már ideje volt. Mi tartott ilyen sokáig? Holnap lesz még egy akció a Vörös Sziklánál, utána tűnjetek el. Ezt mondjátok meg Mr. Peternek is. Pont délben. Egy perccel sem később. Segítsetek! Biztos beviszi az állatközpontba. Vissza kell mennünk. Mindjárt sötétedik. Ez már a második alkalom. Mi van, elment az ezretek, hő? Egy biztos, Kupala megkapja a büntetését. Apát kellett keresnem. Befejezték a keresést. De holnap hajnalban folytatják, Jakob. Azt hiszem, tudom, hol vannak. Hol? Hol? Dr. Führmann megjelölt egy részt, a három aranydombot. Lenyűgöző egy hely, könnyen lehet, hogy oda mentek. Akkor menjünk, mire várunk még? Túl sötét van. Meg kell várnunk a holnapot. A tűz mellett biztonságban vagyunk. Ha apa épségben hazaér, nem eszem több édességet. Ne ígérges olyasmit, amit nem tudsz betartani. Nem, komolyan. Nem lesz semmi baj. Apa menő. És valamiért Ariane is menő. Ide hozta már a vadőr az oroszlán kölyköt. Milyen oroszlán kölyköt? Hát a fehéret a csapdából.
ez a keresőcsapat lesz. Nem történt bajotok. Hello, Alma. Tudtam, hogy megtalálsz minket. Csak lemegyek és felhívom Ceciliát, hogy megnyugodjon. Hál' az égnek. Sosem bocsátottam volna meg magamnak. Mit? Maga piszkálta meg a csövet? Nagyon sajnálom. Megtaláltuk őket. Mit csináltál? Mi? Mindjárt érte jönnek a vadőrök. Induljunk. Apa! Szeretlek titeket. Örülök, hogy minden jól végződött. Köszönöm. Mondd el apának, mit láttál tegnap. Szóval, volt egy oroszlán csapda, amiben egy fehér oroszlán kölyök volt, apa. És a vadőr a levegőbe lőtt. A vadőr lőtt? Ez zavarta az anya oroszlánt, aztán kiszabadította a kölyököt a csapdából. És aztán? Aztán odaadta két férfinak. Mondtak valamit? A vörös sziklánál lesz valamilyen akció. És nem tudod mikor? Pontban délben, egy perccel sem később, így mondta a férfi. Ária, ne hová mész? Csak el innen. Lakhatsz a falumban. Kedves tőleg, Mambo, de... Ária, ne! Markus? Mi? Egy fehér oroszlán kölyök itt. Nem, itt nincs. A vörös sziklánál? Rendben, megyünk. Orvadász. Egy leopárdot szemelt ki. Tudtam. Oliver az. Ezt nem hiszem el. Te jobbról menj, én balról. Én nem tenném a helyében.
Épp járőröztem. Mit akar? Komolyan rám lőne? Hát próbálja ki. Hagyjam már! Legközelebb nem hibázom el. Tegyet le! Mi lesz? Gyerünk már! Végre, hogy megjöttetek. Tegye le! Nem kellenek tanúk. Ezzel semmit sem ér el. Fogd be! Térdre! Gyerünk, fegyvert le! Azonnal! Temba! Temba, rég nem örültem ennyire annak, hogy megláttalak. Ugyanazt érzem. Nem láttad Almát? De igen, Ariana éppen ellátja, kicsit könnyelmű volt. Kap levegőt? Jó, akkor nem sérült a tüdeje. Szerencséje volt. Nem komoly sérülés, csak átment magán. Mindannyiótoknak köszönöm. Te már az elején megmondtad, fiam. Büszke vagyok rád. Mesélek a miniszternek a viselkedésükről. Akkor majd megnézhetik magukat. A nagy állatvédő és az elkülönített területe. Csak hogy zavartalanul befoghassa és továbbadhassa. Ez hihetetlen. A rendszerben van a hiba. Amíg pár idióta őrült pénzekért vásárolja a ritka állatokat, nem tudjuk megállítani az orvadászokat. Azt nem, de Mr. Peter szervezete darabokra hullott. Csak azt remélem, hogy Oliver nem vonja vissza a vallomását. Ha mégis, akkor is van elég bizonyíték. Maga hozott ki onnan, Doki. Szeretnék köszönetet mondani a bizalmáért. Sajnálom, hogy ennyi ideig tartott, de volt még egy kis dolgunk. Az biztos. Temba, köszönöm. Én köszönöm. Alma? Te vezetsz. Én vezetek? Tényleg? Hát jó. Azt hittem, a tiéd az autó. És most hogyan tovább? Úgy értem, a Nemzeti Park vezetője és a vadőrök főnöke börtönben ül. Oké, Alma. Ezennel hivatalosan kinevezlek a rezervátum új vezetőjévé. Ez kedves tőled, de én elégedett vagyok a beosztásommal. Majd találnak valakit. Ez a csinos turbán igazán jól áll neked. Ariane túlzásba vitte a kötözést. Hol lehet? Hiszen felhívtam. Fogalmam sincs. Jakob, megfogod kérlek? Köszönöm. Apa? Igen? Mi ez kincsem? Adnom kell valamit. Arianétól. Arianétól? Köszönöm. Amikor ezeket a sorokat olvasod, én már Németország felé repülök. Gondolkoznom kell. Sajnálom. Jó volt veled. Sokat segítettél nekem. Vigyázz magadra, Ariane. Szia. Szia. Elment. Igen, úgy tűnik. Ariane, jó fejtottad. Úgy értem, mielőtt Jakobbal egy hisztérikát kell elviselnünk. Ja, értem. De te is jó fej vagy. A legjobb, ami valaha történt velem. Nehogy elérzékenyülj, apa. Tudod mit? Gyere!
apa, már késő. Itt nem mehetnek át. Sajnálom. Elnézést, szabad? Persze, felőlem. Ariane, kérlek, ne menj el! Ne menj el! Szükségünk van rád! Úgy értem, kell lesz nekem. Hallod ezt? Afrika hív téged! Kérlek, maradj itt. Ez az enyém. Itthon vagy, mama. Mindannyian. Nekünk vannak a legjobb gyerekeink. Mama, ő Ariane. A hús evésre kész. Apa! Igen? Kupala és én holnap szeretnénk egy expedícióra menni az oroszlánbévűvel és trombitával. Van valakinek ellenvetése? Igen.